Ez az a motor, amelyiken az áldozat közlekedett az 57-es főút pécsi elkerülő szakaszán. A Kertvárosi plázánál lévő kereszteződéshez ért, amikor megtörtént a baj. Az autós lassítani kezdett a sávban, mert ki akart engedni egy másik autóst, aki a kisoroló sávban várakozott, azonban pár másodperc múlva egy motoros hátról nekiütközött a lassító járműnek. A motort vezető férfi a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a baleset körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja. A főút 41-es kilométer szelvényében, ahol a halálos ütközés történt, teljes szélességében lezárták az utat a helyszínelés és a járművek eltávolításának idejére. A forgalom délelőtt 11 óra körül indulhatott újra az elkerülő úton.